újra elérkezett egy újabb csapat hétvégének az ideje, egy újabb tematikus csapat hétvégének az ideje. Most egy kicsit úgy szerveztük, hogy jobban a praktikus oldalat vegye a cserkészetnek, így belejtettük a morzézás, praktikus altvételi zászlókkal, csapatokkal. Délután lesz alaki képzés, kicsit, hogy a gyerekek alakiasabban tudjanak mozogni, mint egységben, mint őrsökben, kicsit átveszük a szabályokat, mozgást, zászlófelvonásnál, és este a harmadik blokkban még a tábortűzre fogunk odafigyelni, hogy a tábortüzeink kicsit úgy nézzenek ki, hogy tényleg cserkész tábortüzek, nem valamiféle banda kis összeövetelei.
Az alaki kiképzést három csoportra osztottuk. Volt a kezdőcsoport, volt a középső csoport és volt a haladó csoport. Én voltam a haladó csoportnak a vezetője. A haladó csoportban kicsit olyan dolgokat vettünk át a gyerekekkel, amit még eddig nem nagyon tapasztaltak alaki kiképzés kapcsán. Olyat próbáltunk ki, hogy az őrs menet közben forgalmasokat végzett, így jobbra, balra és hátra. A gyerekeknek először kicsit ilyen akrobatikusnak tűnt, de végül is belejöttek. Az én csoportomban a középkategória cserkészek jutottak. Ez azért volt érdekes, mert a fele tudta a dolgokat, fele nem annyira, és lehetett nekik újabb dolgokat is mutatni. Alapki kézépzésen a kezdő csoportban voltam. Még sose csináltam eztet, de remélem elég ragad valami. Köszönöm!